Döntött a gazdasági bizottság, ha a parlament is elfogadja, akkor jövőre 300 000 euróra emelkedik a letelepedési kötvény ára. Ezt azok a külföldiek vehetik meg, akik így szeretnének magyar vízumot vagy letelepedési engedélyt kapni. Egy éve jegyezhető a magyar letelepedési államkötvény, melyről Rogán Antal azt mondta, hogy egy igazi sikerprogram. Eddig 1102 darabot adtak el belőle, darabonként 250 000 euróért. Most a kormány emelni az árát 250 000-ről 300 000 euróra. Miénk nem vitatott az Európai Unió részéről, mert nem rögtön állampolgárságot adunk, hanem, sőt, ilyet nem is adunk, hanem először vízumot, aztán letelepedési lehetőséget kínálunk. A gazdasági bizottságban nagy vita nem volt a kötvényről. Az áremelést a szocialisták is támogatják, azt viszont kifogásolták, hogy azt sem munkahelyteremtéshez, sem befektetéshez nem kötik. Tóth Csaba szerint ráadásul a közvetítők is sokat keresnek, amiből nem biztos, hogy itthon adóznak. Azokból a jutalékokból, amiket a kötvénykibocsátás kapcsán kapnak, ugye látszik, hogy 40 000 eurót kérnek mondjuk egy-egy ügylet lebonyolításáért, plusz még ez hozzájön az, hogy diszkontáron tudják ezeket a kötvényeket lejegyezni, tehát 60-70 000 eurót keresnek egy-egy ilyen letelepedési engedélykérelem kapcsán ezek a közvetítő cégek. Rogán Antal szerint nincs diszkontár, a csalók ellen hatékonyan tudnak fellépni, a közvetítői jutalék átlagos, a befektetést pedig a visszaélések miatt nem támogatják. Nézze meg a spanyol programot, amit botrányok sorozata kísért, ingatlan befektetést írtak elő, aztán kiderült, hogy ugyanazt a 2-3 ingatlant vásárolgatták egymás között. A bizottságban végül nem egyhangúlag, de támogatták a díjemelést, melyet januártól vezetnének be. Eddig a legtöbb letelepedési államkötvényt a kínaiak vették, de sok az orosz érdeklődő is.